műsor támogatója a Láng TV. Iratkozz fel oda is! Mai vendégünk Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetőhelyettese. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Éles nemzetközi tiltakozás fogadta a magyar alkotmány negyedik módosítását, például önt. Ez meglepte? Már nem lepett meg. Túl vagyunk egy médiatörvényen, alkotmányon, pénzügyi támadásokon, a magyar gazdaságpolitika nemzetközi megvitatásán, ezért az lett volna furcsa, hogyha nem lett volna ilyen támadás. Ami sokkal inkább meglepett az az, hogy most már ezek a támadások teljesen nélkülözik az érveket, tehát míg a médiatörvénynél még megtaláltak, vagy megpróbáltak találni olyan érveket is, amelyekkel lehetett vitatkozni, és talán az alkotmányban is voltak ilyen marad. Még egy apróság, hogy a médiatörvény azért is más, mert ahhoz van köze az Európai Uniónak, az alkotmányhoz pedig nincs köze. Persze, hát az alkotmányozás az minden nemzet szuverén hatáskörébe tartozik, ezt egyértelműen rögzítik az uniós szerződések, tehát a közösségi jognak eleve nem területe a magyar alkotmányozás, meg egyetlen tagállam alkotmányozása sem. Miért mondja, hogy nincsenek érveik az alkotmánymódosítást támadóknak? Egy egész csokorral tudnak felsorakoztatni. Hát általánosságokat igen, de olyan gyakorlati problémákat, konkrétan meghatározott helyeket egyáltalán nem tudnak felhívni, amelyek egy vita alapját képezhetnék. Tehát amit hallunk, hogy vége van a jogállamnak, most van 36-szor vége a jogállamnak az elmúlt 3 évben, de nem volt vége a jogállamnak akkor, amikor 2006 őszén békés tüntetőket is vélesre vertek. Tehát ezekkel az általánosságokkal nehéz vitatkozni, ez egy hitvita, a magyar közéletben is egy hitvita. Azzal lehet vitatkozni, hogy egy hajléktalanokra vonatkozó szabályozás jó vagy rossz, hogy az alkotmánybíróság vizsgálhat-e alkotmánymódosítást vagy nem, mi a nemzetközi gyakorlat, ezekről lehet értelmes vitát folytatni. Tényleg a hajléktalan kérdés, hogy a kampány, választási kampány reklámjai, ezek illenek az alkotmányba? A hajléktalan kérdés szerintem olyan komoly társadalmi probléma Magyarországon, hogyha más szinten nem lehet szabályozni, vagy nem elégséges a törvényi szabályozás, akkor igenis akár az alkotmányban is szabályozni kell. Miért nem lehet más szinten szabályozni? Hát egyenlőre szerintem ez a szabályozás ugyan felvethető, hogy az alkotmánybíróság korábbi határozatának is megfelelne, de az tény, hogy miután az alkotmány elfogadásával vagy módosításával mércét az alkotmányozó az országgyűlés állít, ezért, hogyha valamit biztosan hosszú távon szeretne szabályozni, akkor azt az alkotmány részévé kell tenni. Most Magyarországon azt kell mondjam, hogy a nagyobb városokban és különösen a fővárosban, Budapesten, ez egy igen komoly társadalmi kérdés. Nem érzi a csábítást, és ez az ellenzők egyik legfőbb érve, hogy ezentúl ebben a formában a kétharmados többség, ha valamely intézkedését meggátolja az alkotmánybíróság, akkor független attól, hogy az mire vonatkozott, beléri az alkotmányba. Az biztos, az alkotmány nem erre való. Ez biztos, hogy nagy csábítás, és az is biztos, hogy az alkotmány nem erre való. De egyrészt szerintem kétharmados többség a magyar választójogi rendszer ismeretében csak Gyurcsány Ferenc megelőző kormányzása esetén jöhet létre. Tehát ez olyan egy, pedig nem lesz még egyszer, olyan pedig, akkor nem lesz kétharmad sem. Tehát én szerintem a kétharmad az nem reális Magyarországon, tehát ez a helyzet is ritkán fog előállni. Ha viszont valaki megkapja ezt a felhatalmazást, akkor a kérdés az, hogy a demokráciához hogyan állunk hozzá. Igenis tudomásul kell venni, hogyha egy párt vagy pártszövetség az kétharmados felhatalmazást kap, akkor ez nem ugyanolyan, mint hogyha 51%-ost kapott volna, hogy jól éle ezzel az alkotmányozó hatalommal vagy sem. Azzal pedig el kell számolnia, de kizárólag a nép felé az országgyűlési választásokon. Egy év múlva, bő egy év múlva mindenkinek lesz lehetősége dönteni arról, hogy a kormányzati hatalommal és benne az alkotmányozó hatalommal jól élte ezeket. Említette a külföldi támadások kapcsán, hogy ez hitvita. Hát lehet. De akkor is, hogyha hitvita, Magyarországnak válaszolnia kell, védekeznie kell, meg kell tudni védenie magát. Önöknek milyen érveik vannak? Szerintem, ha az érvekig eljutunk, akkor már a másik oldalról kell megkérdezni, nekik egyáltalán milyen érveik vannak. Általában nem jutunk el az érvekig. Gyermekmeséket csinálnak Magyarországról, és általános, de ugyanakkor semmit mondó tényekkel alá nem támasztott elhatárolódások vannak. Tehát nem volt olyan nemzetközi szintű vita, ahova bennünket meghívtak, ne vettünk volna részt. Nem volt olyan sajtó megnyilatkozási lehetőség, amelyet ne használtunk volna ki. Az egy más kérdés, hogy az egyensúly így sem biztosítható, de szerintem egyébként ez azokat az országokat is minősíti, ahol ilyen jellegű propagandát érvek nélkül, sőt valótlan állításokkal egy országgal szemben meg lehet tenni, mint ami mondjuk elsősorban Németországban, de Európa más országban is. Feltette már önmagának a kérdés, hogy vajon miért van ez?
Persze, sokszor. És a választ is megtalálod? És első körben szerintem érdemes önkritikus kiindulópontot találni, hogy mi hozzájárultunk ehhez valamivel, és valószínűleg a kezdet kezdetén, mondjuk a médiatörvény idején lehet, hogy jóval előbb el kellett volna kezdeni a nemzetközi szintű tájékoztatást, konferenciákat és a többit, de akkor is azt tudom mondani, hogy tartalmi okai ennek nem voltak. És egyébként az teljesen nyilvánvaló, hogy az a kormányzás, amit 3 éve tart, az komoly gazdasági érdeksérelmet okozott nagy külföldi gazdasági társaságoknak, és nyilvánvaló, hogy ők is megtalálják az utat, viszonylag rövid az út a saját kormányukhoz, ahogy egyébként egy nagy magyar cég is, aki külföldön komoly beruházó, megtalálná az utat a magyar kormányhoz. Ön Szájer Józseffel együtt kint volt az Egyesült Államokban az amerikai Helsinki Bizottság meghallgatásán. Milyen volt a hangulat? Vegyes, mert olyan különösebben nagy politikai érdeklődést ott ez nem váltott ki. Egyetlen egy szenátor volt jelen, aki vezette az ülést. A Helsinki Bizottságnak van 9 republikánus és 9 demokrata kongresszusi tagja, közülük egyetlen egy volt jelen összesen. A közönségben meg voltak olyan többek közt kint élő magyarok is, akik egyértelműen tisztán látják a helyzetet, a kormánnyal szimpatizálnak, voltak újságírók, és voltak olyanok, akik pedig akár amerikai részről, akár magyar részről, de a jelenlegi ellenzéki pártokkal szimpatizálnak. A meghallgatás az nyilván, akiknek lehetősége volt ott tanúvallomást tenni, azok közül 5-1 volt az arány, tehát mi voltunk egyedül, akik a kormányzati álláspontot képviseltük, és olyan ismert vagy kevésbé ismert. Bocsánat. Azt végképp nem értem, hogy az amerikai Helsinki Bizottságnak mindenhez mi köze van. Az égvilágon semmi. Tehát Amerikából nézve ez nekik egy olyan kardinális problémájuk? Nem, szerintem egyáltalán kardinális problémájuk. Ugye a Helsinki Egyesség okmányt aláírta az Egyesült Államok is 76-ban, és aláírta Magyarország is, és erre tekintettel a Helsinki Bizottság egy ilyen félkormányzati szerve az Egyesült Államokban, de az Egyesség okmánynak semmilyen olyan része nincsen, amit Magyarország megsértett volna, az Egyesség okmány szóba se került az egész meghallgatás során. A Magyar Helsinki Bizottság mondjuk tarthatna egy meghallgatást itt Budapesten, mondjuk a Guantanamo-i fogolytábor ügyében? Hát szerintem egész nyugodtan tarthatna, de biztos vagyok benne, hogy nem fog tartani. És az is valószínű, hogy az Egyesült Államok politikusai nem éreznék kötelességüknek, hogy eljöjjenek. Hát az nagyon valószínű, hogy sem Cardinal szenátort, sem a bizottság más tagját nem látnánk, de azért ne felejtkezzünk el arról, hogy a bizottság republikánus társelnöke másnap egy nyilatkozatban teljesen egyértelművé tette, ráadásul nagyon jól megírt nyilatkozatban, hogy áttekintette mindkét fél álláspontját, korábbi megnyilatkozásokat, és egyértelműen kettős mércét alkalmaznak Magyarországgal szemben, és a magyar kormánynak van igaza, sőt még azt is egyértelművé tette, hogy él és virul a demokrácia Magyarországon. Tehát azt kell mondjuk, hogy az az álláspont, amit az amerikai hivatalos kormányzati adminisztráció ebben az ügyben képvisel, az egy demokrata álláspont, amivel az amerikai közéletben sem értenek egyet a republikánusok. Még mindig erről a meghallgatásról igaz, hogy összekeverték nem egyszer Magyarországot Ausztriával? Így van, kétszer is, sőt elsőre még a Szájer Józsefnek az a finom visszakérdezése, hogy 100 éve ez a kérdés a magyar államiság tekintetében Ausztriával együtt nem aktuális, még ez se segített, hanem hosszabb időnek kellett eltelnie, mire a levezető szenátor rájött, hogy itt valójában Magyarországról van szó. És önök nevettek? Hát mit tudtunk csinálni? A közönség is, az a része, aki tudta? A közönség jelentős része is mosolygott rajta. Hát esetleg kijöhettek volna azzal a mondattal, hogyha a tisztelt bizottság újra tanulmányozná a tárgyat, akkor utána folytathatjuk. Igen, de mi abban a minimális jó hiszemben ültünk le, hogy esetleg bizonyos félreértéseket el tudunk hárítani, és hogyha valaki nincs azzal tisztában, hogy Ausztriáról vagy Magyarországról folyik a meghallgatás, akkor azt feltételezzük, hogy ott komoly befogadókészség van az új érvekre. Visszatérve Magyarországra. A kétharmad és a kormány, vagy nem is, hanem vagy, harcban áll az Alkotmánybírósággal? Nem, én szerintem nincs az Alkotmánybírósággal harc. Egyetlen egy olyan pont van, ami szerintem lényegi kérdés ezekben a mondjuk vitákban, az pedig az, hogy kié az alkotmánymódosító hatalom. De ebben a kérdésben viszont azt tudjuk mondani, hogy az Alkotmánybíróság legfeljebb a 22 éves alkotmánybírósági gyakorlattal állhatna harcban, de még ezt sem merem állítani, mert... De mondta azt az Alkotmánybíróság, hogy az övék? Nem, éppen ezt mondani, nem, ezt sem merem állítani, mert egyes alkotmánybírák kisebbségi véleményében megjelent ugyanilyen, de az Alkotmánybíróság következetes
hivatalos gyakorlata 22 év óta az, hogy alkotmánymódosítást logikailag nem vizsgálhatnak, hiszen ebben az esetben nem tudnak miszerint eljárni, mert az alkotmánymódosítás is maga a mérce, hogy az alkotmány is maga a mérce az alkotmánybíróság számára. Tehát annál is inkább nem értem ezt a felzódulást, mert ugye az is fontos negatívum a támadók szemében, hogy a alkotmánymódosítás benne van, hogy az alkotmánybíróság az alkotmányt nem vizsgálhatja. Tehát ez eddig is így volt. Igen, tehát ez evidencia, hogyha ez nem így van, akkor ez már nem egy parlamentáris demokrácia, és ebben az esetben nem a nép által közvetlenül felruházott képviselőket. Most még egy csomóra megkérdezem, hogyha evidencia, akkor miért kellett beleírni? Hát azért, mert mi úgy gondoltuk, hogy ez olyan mértékű evidencia, hogy még kisebbségi véleményként sem szerencsés kétségbe vonni, de azt szeretném hangsúlyozni, hogy az alkotmánybíróság többségi gyakorlata az tavaly decemberben is az volt, hogy alkotmányos rendelkezéseket, sem módosítást, sem elfogadott alkotmányt az alkotmánybíróság nem vizsgálhat. Ezért legfeljebb valóban erről az oldalról lehet támadni, ez olyan mértékű evidencia, hogy beleírni is kár, de voltak olyan kisebbségi vélemények, amik ezt megkérdőjelezték. Kövér László, a parlament elnöke, a Heti Válasznak adott interjújában eléggé éles hangon támadta meg Stumpf István alkotmánybírót, mondván, hogy nincs szükségük önhatalmú vagy öncélú parttalan jogászkodásra. Hát azért olyan túl nagy béke nem lehet. Hát itt azt hiszem, hogy ez egy bíró tevékenységére vonatkozó kritikája volt a házelnöknek, nem pedig az alkotmánybíróság egészére vonatkozóan. Ráadásul az a hasonlat is, amit Kövér László házelnök használt, egyértelművé tette, hogy ő azt tartja elfogadhatatlannak, hogyha az alkotmánybíróság azt a jogot vindikálná magának, hogy alkotmánymódosítást vizsgáljon, mert akkor valóban nem tudjuk, hogy mi szerint jár el az alkotmánybíróság. Erre említette a házelnök, hogy ez béljóslás vagy egyéb kuruzslás lenne. Tehát az alkotmánybíróság számára 22 éve maga az alkotmány, az alaptörvény a mérce. Ő jogosult kizárólag értelmezni, nem az országgyűlés, de elfogadni viszont csak a parlament. Sólyom László volt köztársasági elnökre, azt igazán nem lehet mondani, hogy ne értene az alkotmányhoz, vagy az alkotmánnyal összefüggő jogi ügyekhez, és ő mégis arra kérte Áder János, jelenlegi köztársasági elnököt, hogy ne írja alá módosítást. Igen, én úgy gondolom, hogy az első olyan eset, és én pedig igazán tartózkodtam attól, hogy Sólyom László vonatkozásában bármilyen negatívumot említsek, már csak azért is, mert tanárom volt, és egyébként, ha nem is értek egyet az általa vezetett alkotmánybíróság minden döntésével, de összességében becsülöm azt a munkát, amit alkotmánybírósági elnökként és köztársasági elnökként is végzett. Viszont szerintem ez az a pont, ahol egész egyszerűen az ő megállapítása téves, illetve nem lehet, hogy ne legyen téves, mert vagy a korábbi általa vezetett alkotmánybírósági gyakorlata téves, vagy pedig az, amit most mond, mert a kettő az egymással összeegyeztethetetlen. Nyilvánvaló, hogy ha már egyszer visszanyúltunk a médiatörvényhez, minden egyes ellenvetésre önöknek megvannak az érveik. És mégis a végeredmény az, hogy az Európai Unióban most már azt kezdeményezik, hogy vonják meg Magyarország szavazati jogát, ami páratlan történet az unió történetében. Magyarországgal kapcsolatosan igen, Ausztriával kapcsolatosan volt egy abszolút félre sikerült hasonló eljárás. Mindenki megnyugodhat, hogy soha Magyarország szavazati jogát nem fogják megvonni, hiszen ehhez az összes állam és kormányfő egyhangú döntéssel kellene. Ilyen eljárásokat lehet kezdeményezni. Mi úgy gondoljuk, hogy itt... De maga az eljárás kezdeményezése is nagyon... Igen, de ennek az oka nem az, hogy mi bármire ne tudnánk meggyőző érvekkel válaszolni, nehogy Isten, ne lenne igazunk, hanem az oka az az, hogy azok a baloldali pártok, akik összességében az Európai Parlamentben többségben vannak, azok így kívánnak a saját magyarországi elvtársaiknak egyébként általuk eddig kért segítséget nyújtani. Sőt, néha-néha a néppárt, illetve annak egyes tagja is meginognak. Nem olyan sokan, a néppárti frakció eddig egységes volt, de a bizottságnak vannak olyan néppárti tagjai kétség kívül, akik Magyarországgal szemben elfogadhatatlan magatartást tanúsítanak. Úgy gondolom, hogy az, amit ilyen Redding tesz, az túlmegy azon a határon, mint egy biztos egy országgal kapcsolatosan megjelent. Már erre rátért egy hölgyet, igazán gondolja meg az ember, hogy milyen szavakkal illet. Nem is rámondom inkább a jelenségre, hogy évtizedek óta foglalkozom újságírással, de azt hiszem ennél undorítóbbat, mint amit Vivian Redding tett, még soha nem hallottam, olvastam vagy tapasztaltam a Tobin ügyben, az írgázoló ügyében, amikor azt nyilatkozta, hogy megérti az íreket, hogy nem adják ki a két magyar gyermek halálát okozó
Tobint Magyarországnak, mert itt nem független az igazságszolgáltatás. Ez az a nyilatkozat, ami mindennek ellent mond a tényeknek, hiszen ez hosszú évekkel ezelőtt volt, az ítélet már meg is született, csak ugye hazamenekült a gázoló. És én látom, hogy Navracsics Tibor szorgalmasan leveleket ír ebben az ügyben, de hát azért felmerül az emberben, hogy Magyarország támadói minden létező fórumot megtalálnak, hogy támadhassák Magyarországot. Magyarország nem tud ilyen fórumokat megtalálni, például ebben az ügyben, ami egy egészen párját ritkító, hiába európai biztos mondta, egy párját ritkító gazemberség történik. Én úgy gondolom, hogy ez az állítás két okból is felháborító. Most túl azon, hogy ez az ítélet éppen nem is a jelenlegi kormány alatt született. De itt nem egy igazságszolgáltatási eljárásról van szó, hanem egy ítélet végrehajtásának az átadásáról. Igen. Tehát az a biztos, aki egyébként ezért a területért fel, az jogilag is akkorát téved, hogy ennél nagyobbat nem lehet. Különösen annak tükrében, hogy állítása szerint hónapok óta tanulmányozza az ügyet. Másrészt meg azt hiszem, hogy most már körülbelül 3 hónapja volt az utolsó olyan nyilatkozata, amiben még azt sajnálta, hogy az ír kormány nem működik együtt a magyar szervekkel. És egy olyan ügyről van szó, ahol 2 kisgyerek halt meg egy iszonyatos közlekedési balesetben, teljesen egyértelmű gírgázoló okozott. Úgyhogy én egyetértek azzal az állítással, hogy ilyet egy szakterületért felelős biztos nem mondhat, és ennek, ha az Európai Bizottságban bárminek van következménye, akkor ennek következménye kellene, hogy legyen, és ilyen csak a biztos úgy magától nem lesz. Hát miután a bizottság elnökének van esetleg ebben az ügyben lehetősége bármit tenni, ezért legfeljebb őt kérhetjük meg erre, a magyar kormánynak nincs arra lehetősége, hogy Viviane Reding megbizatásával kapcsolatosan bármit tegyen. Úgy gondolom, hogy azt mondani, ki lehet mondani, hogy egyértelműen méltatlanná vált erre a tisztségre, és azt is érdemes hozzátenni, hogy Magyarország vonatkozásában olyan mértékben negatívan elfogult, hogy ne durvábban fogalmazzak, hogy Magyarország ügyeiben ő nem tud hitelesen megszólalni, sem most, sem a jövőben. Örömteli esemény, hogy ön ezt itt kimondta. Tesz-e valamit a kormány? Nem vagyok tagja a kormánynak, mert összesen 9 tagja van, de én úgy gondolom, hogy a magyar diplomácia, illetve adott esetben a biztosnak szakterületén Navracsics Tibor miniszter, aki a partnere, mindent megtett ebben az ügyben, és hasonlóan erős hangnemben írt levelet közvetlenül Reding biztosnak, és nem kizárt, hogy ezt a miniszterelnök is egy Barrosóval való találkozón fel fogja vetni. Rengeteg levelet lehet írni erős hangnemben, de hát ez a eljárás már Mikes Kelemennek se jött be. Igen, de ebben az esetben sajnos nekünk arra jogunk, jogi lehetőségünk nincsen, hogy az adott biztossal szemben bármiféle felelősségre vonási eljárást kezdeményezünk. Azt szerintem meg kell tenni, ebben lehet, hogy az európai, sőt egész biztos európai parlamenti képviselőink is partnerek lesznek. Igen, magam is erre próbáltam terelni az ügyet. Az Európa Parlamentben. Az Európai Parlamentben is ezt a kérdést fel kell vetni, de hát lesz egy magyar nap április második felében az Európai magyar Parlamentben. Magyar nap, ez olyan, mint a vízvilágnapja volt most nemrég, ez ilyen ünnepélyes, örömteli dolognak tűnik, pedig nem az lesz. Ez inkább egy tragikomédia lesz, ahogy korábban is az volt, de azért, ha valaki visszaemlékszik a tavaly januári hasonló eseményre, akkor senki nem gondolhatja úgy, hogy ott a Magyarországot megtámadó politikai erők jól jöttek ki abból a vitából. És ez így lesz most is? Hát jósolni nem tudok. Lehet, hogy ott is összekevernek minket Ausztriával, legalább a felelősség megoszlik. Igen, de azért tehát Magyarország szempontjából valószínűleg ez a helyzet nem előnyös. De a magyar kormánypártok szempontjából ez egyáltalán nem biztos, hogy így van, mert ezek a támadások olyan mértékben valótlanok és méltánytalanok, hogy a magyar választópolgárok azon része is, aki esetleg nem feltétlenül velünk ért egyet, azt fogja mondani, hogy azért ezeket az ügyeket Magyarországon kell eldönteni. Talán nem túlzás arra gondolni, és nem valami kifejlett üldözési mánia tünete, hogyha azt mondom, hogy ezek a támadások a választási kampányt is végig fogják kísérni, sőt, talán meg is fogják határozni. Természetesen. Nem tartanak? Sőt, ezek a támadások éppen a választási kampány közelettét jelzik, és nyilván a választások időpontjához, ahogy közelebb érünk, ezek egyre erősebbek lesznek, de nem biztos, hogy nem kontraproduktív a hatása ezeknek a támadásoknak azokra a pártokra nézve, akiknek az érdekében kívánnak a mondjuk nyugati baloldal különböző pártjai ebben a formában segítséget nyújtani. Én szerintem lehet, hogy ez negatív lesz, és Mesterházi Attilának a meglepő ezzel kapcsolatos nyilatkozata
nyilatkozatában, amiben ugye ő azt mondta, hogy nem támogat Magyarországgal semmilyen eljárás szankciót. Én ezt látom visszaköszönni, hogy a szocialisták is pontosan látják azt, hogy még a saját választóik is úgy gondolják, hogy itt kell megvívni a vitákat. Mi lehet ennek a vége? Hát a vége nyilvánvaló, hogy ennek a helyzetnek valahogy meg kell oldódnia, ennek a vitának valahogy le kell zárulnia. Ez a helyzet úgy fog megoldódni, hogy ha jól tudjuk meghatározni az okot, az ok pedig az, hogy a jelenlegi kormánnyal szemben a jelenlegi baloldali ellenzéknek adjanak esélyt, akkor hogyha ezek a támadások alkalmatlan eszköznek bizonyulnak ennek a hatásnak a kiváltására, akkor véget fognak érni. Ez pedig 2014-es választáson ki fog derülni. Közeledik május 1-e, lehet majd vörös csillaggal masírozni? Én nem tervezem, de hát esetleg valakinek eszébe jön. Remélem, hogy nem. Itt ugye a törvényhozásnak van feladata, és miután most a húsvéti héten nincs országgyűlés, és azt követő héten tudja csak az országgyűlés elkezdeni akár a szabálysértési törvény módosítását, akár a büntető törvénykönyv módosítását, kérdés, hogy május 1-ére lesz-e kihirdetett törvény. De a szándék egyértelműen az, hogy önkényuralmi jelképekkel ne lehessen nyilvánosan. Picit hezitáltak, hogy beleírják ezt is az alkotmányba. Én azt következetesen helytelenek gondoltam, és ilyen sajtóban megjelentek ilyen állítások, de én de másrészt viszont törvénnyel megoldani még senkinek nem sikerült. Hát eddig volt egy törvényi megoldás, ami ezt megoldotta, és amire az Alkotmánybíróság 2000-ben azt mondta, hogy ez az emberi méltóság védelme érdekében indokolt és helyénvaló. Majd eltelt 13 év, és szó szerint ugyanarra a tényállásra azt mondta, hogy az alkotmány ellenes, amire egyébként lehetősége van az alkotmány. Közben volt egy brüsszeli ítélet, egy Strasbourg amely a vörös csillagot rehabilitálta. Strasbourgi ítélet volt, de a Strasbourgi gyakorlat mondjuk nem kell, hogy közvetlenül irányadó legyen a Magyar Alkotmánybíróságra, hiszen arra a magyar alkotmány az, ami közvetlenül irányadó. Természetesen a Strasbourgi ítélet mondta azt, hogy generálisan a vörös csillagot nem lehet büntetni. Nagy kár, hogy itt is azt látjuk, hogy nem minden önkényuralomnak a jelképeivel kapcsolatosan mondta ugyanezt, hiszen Orok Keresztel kapcsolatosan ilyen döntés eddig nem született. Egy biztos, én el tudom fogadni azt a klasszikus liberális álláspontot, amit egyébként érdekes módon a Jobbik és az LMP képvisel a parlamentben, hogy semmit nem kell tiltani, a szólásszabadság teljes, de hogy egyenlő mércét kell alkalmazni különböző tömeggyilkos önkényuralmi diktatúrák jelképeivel kapcsolatosan, az egész biztos. Hogyan próbálják ezt most megoldani? Bizonyos törvénymódosítással. Két lehetőség van. Én úgy látom, hogy a valószínűbb az most a BTK módosítása, ami megtartja a tényállást, de hozzáteszi azt, hogy amennyiben ez a köznyugalmat megzavarja. A másik lehetőség az lenne, hogy a jelenlegi tényállást a szabálysértések közé áttenni, és akkor ezzel valószínűleg az alkotmánynak és talán a nemzetközi gyakorlatnak, az emberi jogi egyezménynek is megfelelne. Május 1-én meg fogjuk látni. Reméljük. Reméljük, nem fogjuk meglátni. Köszönöm, hogy eljött, és nézőinek is köszönöm a figyelmet. Jövő héten ugyanebben az időpontban ismét találkozunk. A viszontlátásra.